Hogyha nézik a televízió tudósításait, a külpolitika híreit, akkor láthatják, hogy amellett a szörnyű, brutális támadás sorozat mellett, amelyet az iszlám állam az emberek irányába intéz, amellett van egy másik szomorú, szomorú tragédia, ami történik a világban, mégpedig az, hogy egyre másra tűnnek el a kulturális örökséghez, a világörökséghez tartozó helyek, amelyek már soha többet nem lesznek olyanok, mint amilyenek voltak. Egy dolgot tehetünk itt mi Magyarországon ezzel, azokkal a helyekkel már sokat nem, azt tudjuk tenni, hogy mi itt, ami nekünk van, arra vigyázunk és megnézzük őket. Erre talán jó a kulturális örökség napja. Gici Gabriella van itt velem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi a lényege ennek az eseménynek? Az úgy tudom, hogy gyakorlatilag, hát azt nem mondom, hogy minden, de nagyon sok helyre bemehetünk. Szabadon körülnézhetünk, megnézhetjük, és kötődhetünk utána ezekhez a helyekhez. Így van, tehát az volt az eredeti célja a rendezvény sorozatnak, hogy az alapvetően az emberektől elzárt értékes épületeket megnyissák, és ingyen hozzáférhetővé tegyék. Ezt Franciaországban indult ez a mozgalom 1984-ben, aztán utána az Európa Tanács és az Európa Unió is felkarolta, és így terjedt el az egész Unióban. Most is ez a célja, csak ezen keresztül azt szeretnénk elérni, hogy az emberek megismerjék és megszeressék ezeket az épületeket, mert amit szeretünk, azt nem fogjuk bántani. Hány ilyen hely van Magyarországon, ahol el lehet látogatni? Rengeteg, most ezen a hétvégén olyan 750 valahány esemény várja a látogatókat. Ebben helyszínek vannak, tematikus séták, amikor egy nagyobb részt tudnak megnézni, illetve speciális programok, amik az épített örökséghez és most ezen belül is a régészethez kötődnek. Mert idén Rómer Flóris évfordulója kapcsán a régészetet emeltük a központi témák közé. És a régészeten belül melyik az a terület, amit úgy általában, hiszen azért itt az elmúlt több ezer évnek az emlékei nyugszanak alattunk, mellettünk, ugye gondolhatunk a római romoktól kezdve a törökkori emlékekig. Mi az, ami a fókuszban van? Az egész régészet en bloc, tehát a régészet tudomány, és ennek nagyon sok érdekes szelete van. De nem csak maguk az emlékek érdekesek, tehát amit mondjuk például Aquincumban meg tudunk nézni, vagy vannak vidéken kisebb ásatások, például ott Szőnyben is érdemes megnézni, de ehhez a rengeteg előadás tartozik, sőt a gyerekeknek nagyon jó pofa kézműves programokat is csinálnak, ahol kipróbálhatják, hogy milyen a régészeti homokozóban, megnézhetik, hogy milyen egy sírfeltárás, de most nyilván nem az eredeti sírban, hanem ez is ilyen játszóházal, különböző ilyen kis dísztárgyakat készíthetnek azokból az időkből, van, ahol a római légiósok öltözetét vehetik föl, tehát hogy tényleg elég széles körben lehet a régészettel ismerkedni. Mit szeret a közönség? Most itt sokat beszélt az előbb a római korról, ez olyan, most van egy ilyen nosztalgiája, vagy ilyen reneszánsz, ugye a különböző ilyen floráliák és egyéb ünnepek minden évben megjelenek például Aquincumban. Ezeken a napokon mi az, amit a közönség a legjobban vesz, ha úgy tetszik? Nem emelnék így ki programot, a legjobban azt veszi, hogy olyan emberek fogadják őket és vezetik körbe, akik nem csak ismerik azt az épületet, azt az emléket, azt a települést, hanem nagyon szeretik is őket. Tehát ez egy egészen különleges alkalom, sokkal meghittebb, sokkal barátságosabb, mint mondjuk egy átlagos épület látogatás. Itt nagyon sok élménnyel lehetünk gazdagabbak. Azt mondta, hogy nagyon jó, ez azért jó, mert az ember, hogyha megismer valamit, akkor szereti. És ez így is van. Emellett a célkitűzés ennek az egész mozgalomnak az, hogy egy kicsit a toleranciára neveljen, egy kicsit az elfogadásra neveljen. Hogy tud segíteni az, hogy én elmegyek egy múzeumba, vagy elmegyek egy régészeti feltárásra, az, hogy én toleránsabb ember legyek? Hát ez egy jó kérdés. Hát eleve értékelni kell azokat az épületeket, amik körbevesznek. Nyilván ezek az épületek, ezek emberekhez kötöttek, ergo észre fogjuk venni, hogy az elődeink építették föl őket, megismerkedünk egy picit az ő, nem tudom, akkori szaktudásukkal, gondolkodásukkal, egy picit még talán a lelkükkel is, mivel a helyi vezetők visznek bennünket körbe, akinek időnként a dédapja építette azt az épületet, vagy a nagymamája szolgált még ott, ezért elkezdünk rögtön kötődni hozzá, és hát nyilván más kultúrákkal ismerkedünk meg ezen keresztül. Mennyire vagyunk mi Magyarországon környezettudatosak, ha az épített környezetre gondolunk, ha az emlékeinkre gondolunk, mennyire
vagyunk erre fogékonyak? Mennyire kell bennünket erre megtanítani egy ilyen napon például? Sajnos eléggé, tehát nyilván én azon az oldalon vagyok, ahol mindent próbálunk megtenni azért, hogy az épített örökség megmaradjon. Valahogy, nem tudom, Angliában sokkal természetesebben jön az emberekből az, hogy büszkék arra az épített örökségre. Nekünk ezt meg kell tanulni. Nyilván vannak ilyen legek, amikre mindannyian büszkék vagyunk, országház, Sándor Palota, Eszterházi kastély, mit tudom én, de akár csak a tájházaink is. Viszont vannak olyanok, akik például azért pusztítják el az őseik házát, mert nem akarják látni, hogy honnan vakarodtak ki. Ezt a gondolkodást mindenképpen meg kéne változtatni. Hát reméljük, hogy ezen leszünk innentől kezdve. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.